Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, a 370. dicséretünk első versét énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Legelőször is Istentől gazdagon megáldott, örvendező szép pünkösdöt kívánok kedves mindnyájatoknak, szeretteiteknek, családtagjaitoknak is. Istennek adjunk hálát, hogy itt lehetünk, újra együtt lehetünk, ünnepet szentelhetünk gyülekezeti közösségben, Isten szent házában. Hitetem, hogy holnap délelőtt 10 órakor lesz ugyanitt ezen a helyen Isten tiszteletünk, az Úrnak szent asztalát akkor is megterítjük. Azon az alkalmon Bárány Zoltán teológus hallgató testvérünk hirdeti az igét. A jövő héttel kapcsolatosan hirdetem, bár nem gyülekezeti alkalom, de olyan mindnyájunkat érintő alkalom, amit úgy gondolom, hogy kell is, meg szabad is hirdetnünk. Mindjárt tudjátok, hogy jövő csütörtökön, június 4-én lesz a trianoni békediktátum 100. évfordulója. Felhívott pár nappal ezelőtt Szabó Gertrúd, a művelődési ház igazgatója, egyrészt, hogy meghívjon engem, minket is a városi ünnepségre, ami csütörtökön 3:30-tól lesz, itt a híd lábánál kialakított nemzeti összetartozás emlékparkban. Aztán azt is megkérdezte, hogy hajlandó lennék-e arra, plébános úrral egyetemben, hogy ennek az ünnepségnek a vége felé egy-egy imádságot elmondjunk. És tekintett arra, hogy ez nem politikai rendezvény, nem pártrendezvény, hanem egy nemzeti ünnep és városi rendezvény, plébános úrral együtt igent mondtunk, úgyhogy ott leszünk és egy-egy imádságot elmondunk majd. Szeretettel hívlak bennőtöket is erre az ünnepségre, tehát június 4-én 3:30-tól lesz, úgy, hogy utána 16:30-tól a mi templomunk harangja is megszólalnak. Ugye annak idején, 100 esztendővel ezelőtt 16:30-kor kellett aláírni azt a bizonyos béke diktátumot. Ennek emlékére Kárpát-medence szerte, de azt hiszem mondhatom, hogy szerte a nagyvilágban mindenhol a magyar közösségek harangjai meg fognak szólalni. És itt hadd ajánljak figyelmetekbe egy az interneten elérhető tulajdonképpen filmet, aminek az a cím, hogy Reformátusok és Trianon. Döntően határon túli magyar református egyház történészek állították össze. Arról ad egy körülbelül 30 perces összefoglalót, hogy hogyan élték meg 100 esztendővel ezelőtt református eleink azt, hogy egyik pillanatra a másikra egy idegen országban találták önmagukat, elvesztve nagyon sok mindent, és hogyan álltak helyt akkor, hogy lett először a teljes döbbenet és kétségbeesés úrá rajtuk, aztán pedig, hogy kezdtek újat Isten kegyelméből. Reformátusok és Trianon, ez a címe ennek a filmnek.
A jövő héthez kapcsolódik még, hogy hivatalt egyelőre a két piaci napon, szerdán és szombaton tartunk, illetve ha bárkinek halaszthatatlan ügye van, akkor telefonon, e-mailen keressen bátran, és mindenkivel igyekszünk külön időpontot egyeztetni. Az idei hittanos tábor és mátraházi hétvégénk sajnos elmarad, egyszerűen a jelenlegi szabályok mellett úgy, hogy valóban közösségi alkalomként élhessük meg akár a tábort, akár Mátrát, nem tudjuk vállalni, úgyhogy elhalasztottuk mind a kettőt. A konfirmációt reménység szerint őszre halasztottuk, reméljük, hogy akkor be tudjuk pótolni. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk, életünk őriző pásztora továbbra is. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Jöjjetek testvéreim lélekben, boruljunk oda, ami hatalmas, szerető Istenünk színe elé. Csöndesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, ígéreteket adó és ígéreteket beteljesítő, hűséges Istenünk. Köszönjük, hogy ígérted az idők folyamán sokszor, hogy eljön majd ez az áldott szent pillanat, amikor a te lelkedet kiárasztod minden emberre. És köszönjük, hogy mert hűséges Isten vagy, és mert hatalmadban tartod az időket, az alkalmakat, amikor az általad elrendelt ideje eljött, a te áldott lelked elérkezett ebbe a világba. És köszönjük, hogy új korszakot hozott. Akkor élő egyes emberek, tanítványaid élete is alapvetően megváltozott. És elkezdődött az a keresztény egyház, amelynek majd 2000 év múltán mi is tagjainak vallhatjuk magunkat. Mert köszönjük, Urunk, hogy úgy énekeltük is, minket is részeltetsz a te lelked ajándékaiban. Köszönjük, Szentlélek, Úristen, hogy keresel, sokakat már meg is kerestél magadnak, szólítasz és megszólítottál, nevünkön szólítottál és ellenállhatatlan hívással hívtál, mert ránk akartál találni, hogy mi is rád találhassunk. Köszönjük a hitet, mint ajándékodat. Köszönjük a Jézus Krisztusban felismert üdvösséget, bűneink bocsánatát, azt a kiváltságot, hogy a te gyermekeidként mennyei atyai szeretetedbe rejthetjük el a mi és szeretteink életét. Köszönjük, Isten, hogy Krisztusban lelked munkája által atyánká lettél. Így köszönjük meg rólunk való gondoskodásodat, figyelmes szeretetedet, életünket irányító bölcsességedet. Így köszönjük meg, és ha most van szükségünk rá, kérjük vigasztaló szeretetedet, hogy sokféle belső lelki fájdalmunkat, kínunkat enyhítsd, kérünk. Kérünk, hogyha kétség, bizonytalanság van bennünk, akkor vezess el a veled való közösségben megtapasztalható bizonyosságra, hogy te a tiédet soha el nem hagyod, mindenkor tenyereden hordozod, és hogy minden a javát szolgálja azoknak, akik téged szeretnek. Jöv el, Szentlélek, Úristen, légy Urrá most bennünk.
Légy úrrá gondolatainkban, indulatainkban, egész belső világunkat, áldott szent, tisztító erőként, tűzként járd át, és eleveníts meg minket hitünkben, Krisztusnak való elkötelezésünkben. Jöjj, Szentlélek Úristen, teremts minket újjá, vagy újíts meg minket a veled való életközösségünkben. Megváltunk az Úr Jézus Krisztus érdeméért, kérjük, hallgass meg minket, Istenünk. Amen. Kedves testvérém, hallgassátok meg az élő Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve, Isten üzenetét kívánom ma közöttetek hirdetni. Az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből olvasom az első 4 verset. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétosztottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Kedves testvérek, ma az időjárás is tudja, hogy pünkösd van. Ha viharos, orkánerű szél nem is volt most reggel, vagy az idefelé vezető útunk alatt, hál' Istennek, de újra meg újra azért elég erős széllökések, szélrohamok zúgtak be ide a mi városunkba is. Amíg töltöttem a kis húrvacsori kelyheket, arra lettem figyelmes, hogy miközben folyamatosan hallatszott, hogy odakint szél van, időnként egészen váratlanul, hirtelenül, egészen erős és hangos szélzúgás hallatszott. Zúgtak ott a paróki udvaron a fenyők, hajladoztak a bokrok, és erőtött eszembe, hogy lám az időjárás is tudja, hogy pünkösd van. Az első pünköstkor is, ugyanis az egyik természeti jelenség, ami a Szentlélek eljövetelét megelőzte, kísérte, az a szélroham, a szélzúgás volt. És az ige megjegyzi, és bizonyos értelemben hangsúlyozza is, hogy ez a Szentlélek kitöltetését közvetlenül megelőző szélroham, szélzúgás hirtelen támadt. Váratlanul töltötte be Jeruzsálemet és azt a házat is, ahol a tanítványok egybegyűltek. Hirtelen, váratlan, a meglepetés erejével jelentkező volt ez a szélroham, ez a szélzúgás. Majd pedig azt olvastuk, hogy a megérkező Szentlélek betöltötte a tanítványokat. Erről a kettőről, a hirtelenségről és a betöltésről szeretnék szólni, úgy, hogy mind a kettő Isten Úr voltát, szuverén voltát jelzi és hangsúlyozza a számunkra. Hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen érkezett meg Isten lelke a tanítványok életébe. De miért volt ez váratlan? Hiszen, ha ismerjük a Biblia előzményeket, tudjuk, hogy a tanítványok várták az Isten szent lelkének eljövetelét. Nem volt egyáltalán előzmények nélküli a Szentlélek eljövetele. Készültek is rá Jézus követői tanítványai. Várták, és mégis váratlanul érte őket. Várták, hiszen ismerték az ószövetségi proféciákat. Most nem olvastam tovább a pünkösdi történetet, de ha tovább olvasnám,
akkor hamar eljutnánk Péter apostol pünkösdi ige hirdetéséhez, ahol egy ószövetségi proféciát Jóeltől pontosan idéz is. Emlékeztette az akkori ige hallgatókat, emlékezzetek, Jóel megírta már. Neki már az Isten kijelentette, hogy eljön majd a pillanat az utolsó napokban, a világ utolsó nagy korszakában, akkor azt mondja az Isten, kitöltöm a lelkemet minden testre, minden halandó ember. És még sok-sok ószövetségi proféciát lehetne mondani, amit a tanítványok ismerhettek. Aztán maga az Úr Jézus Krisztus is többször elmondta nekik, hogy el fog jönni ebbe a világba a Szentlélek. Nem sokkal a halál előtt, az ünnep búcsú beszédeiben Jézus többször is említi nekik, én elmegyek tőletek hamarosan, na majd kérem az Atyát, és ő elküldi a Szent Lelket. A mennybe menetel előtt, közvetlenül, amikor összegyűjt Jézus a tanítványait, elmondja nekik, maradjatok itt Jeruzsálemben, és várjátok az Atya ígéretét, a Szent Lelket. És a tanítványok engedelmesek, sőt nem csak a Mátyással újra kiegészült 12 fős tanítványi kör engedelmes, hanem körülbelül egy rajtuk kívül még 100 ember az, aki Jézus Krisztus tanítványaként, Jézus szerető emberként együtt van és várja a pünkösdi csodát. És ennek ellenére, vagy ezzel együtt igaz, hogy mégis hirtelen, váratlanul, a meglepetés erejével érkezett nem csak a szélroham, hanem a Szentlélek is a világba és a tanítványok életébe. Ebben kifejeződik, testvérek, az, hogy Isten szuverén Úr, azaz senki és semmi által nem befolyásolható, nem irányítható. Ő a mindenek felett való hatalmas Úr. Nem irányítjuk az Istent, ahogy a szelet sem. Szokták mondani, amikor valaki sokat gondol magára, és azt gondolja, hogy ő irányítja az eset, hogy figyelj, nem te fújod a passzát szelet. Hát nem mi irányítjuk, még a legkisebb szelecskét sem. De a Szentlélek Úristen, és a Szent Háromság egy örök Isten sem általunk irányítható. Ő szuverén Úr. Akkor és úgy cselekszik, ahogy ő jónak látja, ahogy ő örök terveiben elgondolja, kijelenti, és amikor valaminek eljön az általa rendelt ideje, akkor az megtörténik. És még akik, amennyire várható Isten egy-egy tette várják, azok számára is meglepetés. Azok számára is valami hirtelen támadt, megrendítő, felkavaró szent élmény. Nem mi irányítjuk őt. Ő viszont, most ne ütközzetek meg ezen a szón, berobban az életünkbe. A maga szeretet hatalmával. És szuverén úrként elkezd cselekedni. Valami olyat, ami nem vezethető le mindabból, amit mi addig megtettünk. Tehát úgy tudnám, hogy ezt most le kéne rajzolni, bár nem vagyok egy nagy rajzos, de... Egyszerűen talán úgy tudnám ezt érzékeltetni rajzban, hogy egy viszintes vonal mentén sorakoznak mindazok a dolgok, amiket mi megtehetünk, és meg kell, hogy tegyünk. De az Isten cselekvése, az nem ezen a viszintes vonalon halad. Ez nem úgy van, hogy mi tesszük a dolgunkat, és akkor egyszer csak, hogy kialakul belőle valami Istentől való. Hanem úgy történik, hogy miközben halad ez a viszintes vonal, ez a mi felelősségünk. A tanítványok várták, imádkozva egy akarattal a lélek eljövetelét. A viszintes vonalon haladtak előre. És egyszer csak onnan fölülről berobbant valami szent isteni csoda, ami nem volt kiszámítható, ami nem volt emberek által uralható és irányítható. Az onnan felülről jött. Akkor jött, amikor Isten jónak látta. Hadd mondjak egy-két példát.
ennek az igazságnak az érzékeltetésére. Így történt a tanítványok elhívása. Péter, András halásznak, végzik a mindennapi mesterségük, szakmájuk szerinti mindennapi teendőiket. És egyszer csak megáll a parton valaki, és azt mondja, jöjjetek utána, kövessetek engem. És azt olvassuk az igében, Márk evangéliuma különösen aláhúz, hogy azonnal ott hagytak mindent. És indultak, és tanítványok lettek. Miközben haladt az életük viszintes vonala, tették a dolgukat, ette csak onnan fölülről valami váratlan, meglepetésszerű csoda berobban az életükbe, és újjátesz mindent. Vagy ami még megbotránkoztatóbb lehetett sokak számára akkor, ugyanígy elhívja Jézus Mátét, akkor még Lévinek hívják, a vámszedőt, a megszálló római hatalommal együttműködő kollaboránst, a pénzimádat emberét, a saját népét kizsigerelő embert. Hogy lehet ez tanítvány? Hördültek fel talán sokan. De Máté életében is így zajlik. Ül a vámszedő helyen, végzi a munkáját. Ezt csak megáll mellette Jézus. Azt mondja, jöjj és kövess engem. És Máté feláll, és ott hagy mindent, és elindul. És olyan változás lesz az életében, hogy ő lesz Máté az evangélista. Vagy gondoljatok Saulra, hát nála aztán tényleg berobbant az Isten újat teremtő hatalma. Akkor átütött, hogy a magas lóról a szó szoros és átvitt értem, és a földre zuhant Pál apostol. De visszatekintve áldotta azt a pillanatot. Azt mondta, hogy olyan pillanat volt, amiért mindent, amit addig fontosnak tartottam, kárnak és szemétnek ítéltem. Ott egy olyan csoda kezdődött el az életemben. A teljes meglepetés erejével érte Pált is. És azt mondja később, hogy abban a pillanatban nem tanácskoztam testtel és vérrel. Ez nem a saját emberi és más emberek emberi szempontjai, sorrendjei voltak a fontosak. Mindent fölülírt abban a pillanatban. Az Isten szempontja. De ott hozzam még például a Kávé János reformátorunkat. Azt mondta később saját megtérés, hogy ez egy szubita konverzió volt, egy hirtelen megfordulás volt. Pedig neki is voltak az életében ennek előzményei. De az a pillanat, amikor az egész élete megfordult, az egy hirtelen megfordulás volt. Kiki más úton, módon lett Isten gyermeke, aki már az. De mindenki tudja a saját életéből, hogy miközben előzményként ott lehetett a szüleim imádsága, a szüleim hívő nevelése, a végigjárt hittanórák, és sorolhatnám a konfirmáció, sok minden ott volt előzményként. De az a pillanat, ami élet és sorsfordító pillanat volt, azonnal fölülről jött. Az nem a mi hatalmunkban van. Isten lelke hirtelen, váratlan, valami felülről való, egészen újat kezd el. Egy-egy ember, vagy egy-egy közösség az egyháza életében. Nem véletlen, hogy a Biblia új szövetségi görög szava az újjászületése, úgy is fordítható, hogy felülről születés. Onnan felülről cselekszik az Isten valami olyan csodát, ami egészen tőle való, amit mi nem tudunk még kiimádkozni sem magunk, sem mások számára. Elhozza Isten ezt a pillanatot az életünkben, amikor egyszer csak döbbenet szent erővel tapasztaljuk. Közel lépett hozzám az Isten, belépett az életembe, és betölt, és urrá lesz. És ebben nem azt éli át az ember,
hogy leigáztak, hogy megrabolták a szabadságomat. Hát pont az ellenkezőjét éli át az ember. Azt, hogy most kezdődik az igazi élet. Isten lelke Úr volta, látszik abban is, hogy betölti egészen a tanítványait. Nem egy kis mennyei ráadást kaptak. Egészen Úrrá lett a tanítványok felett a Szentlélek. Teljesen betöltötte őket. Ez mindig azt is jelenti, hogy ilyenkor sok mindent kisöpör, kitakarít, kiszorít az életünkből. És aki ezt már átélte, azt tudja, hogy csak azokat takarítja, szorítja ki belőlünk, amit már régóta ki kellett volna takarítani az életünkből. Még senki nem bánta meg, akit így egészen uralma alá vont a lélek, hogy sok mindent a régi életéből kitakarított, kiégetett, kitisztított belőle Isten lelke. Ugyanakkor úgy betölt, hogy túl csordulóan, majd túl is árad rajtunk az ő lelkének munkája és ajándéka. Azt látjuk a tanítványok életében, hogy miután betölti őket a lélek, erős, szilárd, bátor hitet kapnak. Ott nekik addig is hitük, de minőségileg más, hívő élet kezdődött el, amikor a lélek betöltötte őket. Lássátok, hogy milyen bátran mennek ki. Odaállnak több ezer ember elé. Az a Péter is, aki pár héttel korábban egy kis tinédzser cselédlány előtt nem meri megvallani, hogy ő Jézus tanítványa. Most 3000 ember elé odaáll. És olvassátok el az ige hirdetését. Nem ilyen kedves, szelíd, hízelgő szavakat mond. A végén olyan kemény, úgy vág a szívekbe, hogy csoda. És nem azért, mert Péter összeszedte minden hősiességét, hanem bátor, erős, hitvalló hitet kapott a lélektől. De nagy szükség lenne, testvérek, ma Magyarországon, gyülekezeteinkben, Európában, hogy bátor, hitvalló, erősítő emberek megmerjük vallani. Ezzel a sok nem akarok jelzőket mondani. Sok rettenetes gondolattal, tanáccsal, ötlettel szemben, mivel mérgezik és iszonyatos irányba próbálják terelni. Csak itt a mi tájékunkon is az embereket. Ó, de kellene. Isten lelkének ez a bátor, hitvallóvá tevő ereje. A tanítványok megtelnek lélekkel, és lelkesültek lesznek. Ha most leírnám, akkor úgy írnám nagy ellel ezt a lelkesültet, hogy a Szentlélekre utaljak. És azt látjuk, testvérek, hogy ez a csodálatosan áradó lélek nem pusztító erő, hanem építő, éltető erő. Ez egy olyan szent dinamizmust hoz, amelyek a nyomán valami új indul el, és minden olyan gyönyörű rendben valósul meg. A Szentlélek nem az anarchia lelke, nem az összevisszaság lelke. Nem úgy kavar fel, hogy utána szanaszét szórva találunk mindent. Fölkavar a lélek, kimozdít az addigi langyos, állóvizes hívő életünkből. Dinamizál, de közben úgy, hogy valami szent, csodálatos, az élet érdekében működésbe lépő rend alakul ki. Olvassátok el az apostolok cselekedetei második fejezetét, és a második felében a fejezetnek ott van, hogy hogyan élte meg, milyen rendben élte meg az életét a gyülekezet. Nem úgy volt, hogy mindenki azt csinálta, amit akart, mert mindenki úgy gondolta, ahogy gondolta. Ott volt egy szent fegyelem, egy rend, az Isten lelkének a rendje. De ennek nyomán nem azt érezték, hogy Úristen, bennünket leigáztak, bennünket gúzsba kötnek, bennünket agyilag, szellemileg, lelkileg kiskorúságba akarnak tartani, bennünket agymosottá akarnak tenni. Ez nem a Szentlélek. A Szentlélek erejében,
rend van, élet van, rendezettség van, kiteljesedés van. Ahogy a vasreszelék egy pillanat alatt a helyükre kerülnek, ha a mágnes erőtere vonzani kezdi őket. Isten a természet világában is megmutatja, hogy nála a rend az gyönyörű, és az életet szolgálja. Nem az élet van a rendért, a rend van az életért. És ez lelki szellemi értelemben is igazott, ahol Isten lelke munkálkodik. Amikor Isten lelke, mint szuverén úr belép az életünkbe, akkor egy kérdést el kell döntenünk, és ezt nekünk kell eldönteni. Ezt Isten lelke nem dönti el helyettünk. Mutatja a döntés jó irányát, de nem dönt helyettünk. Erről szólok legvégül, nagyon röviden. A kérdés az, amit el kell döntenünk, amikor Isten lelke közel lép hozzánk, hogy ezután is én akarom szolgáltatni, kiszolgáltatni magam az Istennel, vagy odaszánom magam egészen az ő szolgálatára. Én akarom kiszolgáltatni a magam terveit, igényeit, szükségeit az Istennel, vagy azt mondom, itt vagyok, Uram, rendelkezz velem, Uram, kész vagyok neked engedelmeskedni. Az előbbi, hogy mi akarjuk kiszolgáltatni magunkat az Istennel, ez még vallásos, imádságos csomagolásban is zajlik. Amikor beüt a baj, csak a ja Istenem, most segíts! Beteg vagyok, gyógyíts meg! Egyébként egészségesen már nem vagyok olyan buzgó imádkozó. De most szorult a hurok. Most nem tudok segíteni se én önmagamon. Lehet, hogy már az orvos se rajtam. Akkor, ja Istenem, most segíts! És ha nem ugrik azonnal, és nem segít úgy, ahogy én gondolom, akkor még meg is vagyok bántódva. Ez az, amikor én akarom kiszolgáltatni magam az Istennel. Voltak ilyen hiú ábrándok sokakban. Ebben az elmúlt időszakban, amikor legalábbis az elején, azért sokan úgy érezték, hogy uha, itt lehet, hogy most úgy ránk nehezedik az Úristen keze, és kicsit visszább kéne venni sok mindenből. De figyeljétek meg, ez hogy elmúlt. Olyan buzgón, interneten igehirdetéseket gyűjtő emberi csoportokat lehetett találni. Nem lettem beteg? Múlik a járvány? Ja, hát akkor már lazul az ige utáni vágy is. Baj van? Akkor jöjjön az Isten. Nincs baj? Akkor boldogulok én is. Ez amikor kiszolgáltatni akarom magam az Istennel. Az Isten van annyira irgalmas és szerető szív, hogy még ilyenkor is szolgál. Egyébként mindenkor szolgál nekünk. Mert az, hogy ma reggel úgy keltél fel, hogy dobog a szíved, működik kezed, lábad, épp az elméd, ez is az ő szolgálatának, ajándékának a gyümölcse. És ezt azzal is megteszi, aki kizárólag átkozódva meg káromkodással emlegeti Isten nevét. De egy ponton túl keresztény emberként el kell dönteni. Csak arra is akkor kell az Isten, hogy kiszolgáljon. Vagy azt mondom, Uram, szolgád vagyok. És ez nem megalázó. A Bibliában az, hogy valaki Isten szolgálja, az a legnagyobb méltóság. Pál egész odáig ment, hogy azt mondta, hogy Isten rabszolgája vagyok. És ez volt a legboldogabb rabság, amit Pál el tudott képzelni. Kiszolgáltatni akarom magamat az Istennel.
hogy azt mondom, annak az Istennek, aki Krisztusban a keresztet, mint áldozatot meghozta értem. Itt vagyok, Uram, légy Úrrá bennem, töltsd be önmagaddal egészen engem, és oda szánom magam. Testvérek, ez a önátadásunk, ez a legteljesebb szabadságunk. Ez a legörömtelibb és legfegyelmezettebb szabadság. Minél inkább Uram az Úr, minél inkább szolgálom őt, annál inkább az élet szabadságában élhetünk. Kérjük hát, Isten élő lelke, jöjj! Olyan jó, Urunk, hogy megvallhatjuk neked, milyen nagy szükségünk van a te lelked hozzánk közeljövetelére, az, hogy Úrrá legyen bennünk, hogy betöltsön minket. Úrunk, add, hogy elmerjük hinni, akarjuk, igényeljük, hogy igaz legyen, amit a te igéd tanít, mint egy rá eszméltetőn mond és buzdít minket, akkor azt mondja, hogy vegyétek tudomásul, hogy itt testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma. Urunk, köszönjük, hogy senki bennünket olyan nagyra nem értékel, mint te, Istenünk. Két bizonyságát is adtad ennek legalább. Az egyik fiat kereszt halálában van előttünk. A másik abban, hogy a lélek a hozzád térő emberben lakozást vesz, és gyarló, nyomorult, törékeny életét templommá építi és szenteli maga számára. Urunk, ha körbenézünk a magunk életében, ó, sok mindent látunk, ami nem illik a te templomodhoz. Arra kérünk téged, Szent Lélek, hogy szentelj meg minket. És ennek a megszentelésnek, megtisztításnak hadd legyen pecsétje, az úrvacsora, kenyere és bora. Az értünk életét áldozó Krisztus Urunk testének, vérének jegye. Köszönjük, Szent Lélek, Úristen, hogy teremtő lélek vagy. Tudsz hitet teremteni. Tudsz Isten iránti bizalmat teremteni bennünk. Képes vagy új világot alkotni bennünk. Cselekedd meg, kérünk, ha még hiány vagyunk ennek. És kérünk, lélek, győzd meg bennünket. Bűnbocsánatunkról, örök üdvösségünkről, és arról a kiváltságról és lehetőségről, hogy mi szolgáid lehetünk. Köszönjük, Urunk, életünket, és tőled kapott minden tehetségünket, talentumunkat, ránk bízott szellemi, anyagi javunkat. Tudjuk, hogy minden a tiéd, Urunk, mindent tőled kaptunk és kapunk. Azért is, hogy a mi életünket gazdagítsd, de azért is, hogy téged szolgáljunk. Segíts elköteleződni erre a szolgálatra, segíts megtalálni ennek a mindennapokban való módját, és ha kell, újíts meg minket a neked való szolgálatban. Kérünk téged, Istenünk, Urunk, a betegekért, a gyászolókért, a szenvedőkért. Kérünk azokért, akik megáltalkodottan mennek a maguk pusztítása és veszedelme útján,
akiknek szíve kemény, lelke érzéketlen irántad, légy irgalmas hozzájuk. Keresd meg őket, Urunk, irgalmasan. Imádkozunk hozzád gyülekezetünkért, városunkért és hazánkért. És köszönjük, Atyánk, hogy bár nem érdemeljük, de annak ellenére, hogy sokan emberek és emberfeletti démoni erők és hatalmak 100 esztendővel ezelőtt megásták ennek a nemzetnek a sírját, és meg is voltak győződve arról, hogy nem sok ideje van már. Köszönjük kegyelmet, csodáját, hogy élünk, hogy vagyunk, és sok tekintetben gyarapodunk is. Segíts, Urunk, ami ebből a történelmi ítéletből a Te ítéleted, ezt elfogadni alázatosan. És segíts, hogy meglássuk jelen helyzetünkben is a lehetőséget, a feladatot, amik által bennünket többé, igazabbá akarsz tenni. Segíts, Urunk, nemzetünknek szerte a nagyvilágban rád találni, téged szeretni követni, és úgy szolgálni a népek nagy közösségében. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.